Köszönjük. Egy nagyon különleges alkotói alkat az, ami a saját alkotói körein kívül késztetés érez arra, hogy ennél többel a szó legjobb értelmében közösségi szinten foglalkozzon a művészettel, az alkotással, illetve ennek a hatásaival. Ez nem csak megelégedést jelent a számára, de a szó legjobb értelmében a közjó szolgálatát is jelenti, hogy tudniillik azt, amit ő szellemileg képvisel, az fontosnak tartja és megosztandónak egy nagyobb közösség számára, ezért ő áldozatokat vállal, tesz. Bizonyos értelemben képes háttérbe szorítani a saját tevékenységét, alkotói tevékenységét is. Nos, a Galántai Gyuri ilyen alkotó és ilyen ember. A vele való kapcsolat és ismeretség, amely 1972 Balaton-Buglár óta szinte folyamatos, egyértelműen megerősítette bennem ezt a képet. Fontosnak tartja, hogy mindaz, amit képvisel, és fontosnak tart, mint alkotó és mint ember, ez minél nagyobb teret kapjon, minél több ember számára szolgáljon, és adjon lehetőséget egy másfajta megismerés és befogadás számára. Most emellett, hogyha valaki, mint a Gyuri is, jó haver, és a szó leghétköznapi emberi értelmében közvetlen, kommunikatív, akkor azt hiszem, hogy minden rendben van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy innentől kezdve egyetlen egy feladata van a Gyurinak, hogy hasonló dinamikával még 70 évet nyomjon le.